Az Andrássiban. Három alappillér van, amelyre mi építkezünk. Az egyik a nyelvi képzés. A nyelvi előkészítő képzésünk van, amely gimnáziumi vagy közgazdasági ágazattal folytatódik tovább, illetve a két tanítási nyelvű képzésünk, amely rendkívül népszerű a fiatalok körében. Megmutatkozik a gyönyörűséges középfokú és felsőfokú nyelvvizsgabizonyítványokban. A nyelvtanulás mellett nagyon örülök, hogy már két nemzetközi projektmunkában is részt vehettem. Itt mellettem a nemzetközi kapcsolataink láthatóak. A projektmunkák lényege, hogy a diákok megkedveljék a nyelvet, valamint fejleszték azt, és hogy lehetőséget kapjanak külföldi utazásokra, amit esetleg családon belül nem engedhetnek meg maguknak. A második pillérünk a szakmai képzés. Elsősorban közgazdasági, kereskedelmi és turizmus ágazatra koncentrál. Szia, én Nagy Bence Tamás vagyok, és szeretném neked most bemutatni a büszkeségünk falát. Ők azok, akik öregbítik iskolánk hírnevét, szerencsére én is rajta vagyok. Több versenyen is részt vettem, ami az 5 évemet megkoronázza. Az a CTV verseny, tehát a szakmai érettségi tantárgyak versenyén való országos első helyezésem. A harmadik pillér pedig az informatika. Nagyon sok modern dolog van itt nálunk. Szinte minden tanterem föl van szerelve digitális táblákkal, projektorokkal, több számítógépes termünk van. A tantestület nagy része rendelkezik iskolai laptoppal, ez nagyon megkönnyíti a munkánkat. Mitől katolikus egy intézmény? Mint iskola lelkésznek az a feladatom, hogy koordináljam az itt folyó vallási életet. A hittanórákat, azokat megtartják a hitoktatók, azonban ha lelki napok vannak, ha az egész iskola számára vannak ünnepi szentmisék, azok, amelyek az én hatáskörömbe tartoznak. Iskolánkban az összes évfolyamon római katolikus hittan tanulnak diákjaink. Azt szeretnénk, hogy olyan örökérvényű értékekkel vérteződjenek fel, hogyha elhagyjánk iskolánk falait, akkor kint a felnőtt életben, a társadalomban is hely tudjanak állni. A programok a mi ötleteink által jönnek létre, rengeteg csapatépítő programot, illetve tábort szervezünk. Jó érzés egy ilyen iskolába járni, ahol sok lehetőség van arra, hogy különféle versenyeken vehessünk részt. Mindhárman a Diák Színjátszó tagjai vagyunk. Az iskolában készülünk fel a közös színdarabokra is. Iskolánkban számos sportolási lehetőség található. Testnevelő tanáraink délutánként edzéseket tartanak különböző sportágakból. Színesebb és színesebb programokkal várnak minket, amiben az egész iskolát bevonják. Ezek a programok már az első percekben összekovácsolják a csapatot, így a szeptember már barátként és nem idegenekként kezdjük. Tehát ezért szeretek ide járni, mert nagyon jók a tanárok, a közösség.
az egymás tisztelete, egymás szeretete, az egymásra való odafigyelés az, amely nélkül elképzelhetetlen egy katolikus iskola. Remélem, hogy itt végigmenve az iskolán ezt a szellemiséget fogjátok érezni és látni a falak között, a diákokkal beszélgetve, és úgy fogtok eltávozni, hogy most már értem, hogy miről beszélt az igazgatónő. Hogyha tudnád, látnád, mit szenvedek én.